Köszöntöm a kedves nézőket, a Kaposport magazin december 12-i adását látják. Negyedszer rendezte meg a Mikulás kupát a hétvégén a kaposvári Vikingek Darts Club. Az immár hagyományosnak mondható viadalon 71 versenyző ragadott nyilat. Sokadjára dőlt meg a részvételi rekord a kaposvári Vikingek Füredi úti termében megrendezett Mikulás kupán. A szombati versenyre főként a dél-dunántúli régióból érkeztek versenyzők. Sokan jöttek Szigetvárról is, de új próbázók is voltak. Ez valóban egy egyéni verseny, én már nagyon örülnék, hogyha egy körrel tovább bemaradnék, és nagyon jó szeretnék, hogyha esetlegesen jó 50-60-as átlaggal tovább tudnék jutni. Volt olyan versenyző, aki a szervezőktől szeretett volna néhány praktikát ellesni. Jelenleg sportegyesület alapítás alatt állunk, van egy helységünk, reméljük még idén be lesz jegyezve a sportegyesület, és akkor tudunk fogadni versenyeket is ott. Meghívnánk a kaposváriakat, mert ők mindig szeretettel vártak minket. A házigazda egyesület némi újítással is készült a megmérettetésre. Ez lesz a negyedik Mikulás kupánk, ami már ilyen tradicionálisá nőtte ki magát nálunk. Hát hála Istennek 71 fő nevezett, szóval óriási a létszám. Hát alig férünk el, amint látszik, rengetegen vagyunk. Hála Istennek még mindig hatalmas az érdeklődés nálunk. Most egy kicsit újabb játékrendszerre próbálkozunk meg, kevesebb csoportfő lesz, viszont több csoport lesz. Valószínűleg egy kicsit gyorsabban le tudjuk itt pörgetni a dolgokat. A Mikulás kupát végül Kuruc Sándor nyerte, megelőzve Bíró Pétert, míg a harmadik helyre Lázár Márk és Kreiner Péter fért oda. Zsinórban 5-5-ször szenvedett vereséget a Kométa kaposvári kosárlabda klub. Az együttes hazai pályán 96-79-re kapott ki a Sopron csapatától a bajnokság 11. fordulójában. A KKK második és a harmadik negyedben is nagyot küzdött, de a végjátékban ismét sokat hibázott. A Sopron ellen igyekezett kimászni a gödörből a Kométa kaposvári KK, amely előző 4 mérkőzését elveszítette. A fehérmezes házigazda együttes azonban kissé görcsösen játszott a találkozó elején, míg a Sopronnak minden összejött. A vendégek egymás után dobták a triplákat, és először 10-3-ra, majd 30-15-re is vezettek. A második negyedben aztán fordult a kocka. Az eltiltásból visszatérő Gabrics vezérletével egyenlített a Kaposvár, de a soproniaknak ezt követően mindig volt válaszuk a hazai kosarakra. A vendégek végül 2 ponttal vezettek a félidőben. A KKK a harmadik negyedre is át tudta menteni jó formáját, sőt Gabrics közelie után először a meccs folyamán a vezetést is megszerezték a hazaiak. Csak hogy ezután a Sopron újra néhány pontos előnybe került, a Kaposvár pedig hiába loholt ellenfele nyomában, nem tudta ledolgozni a hátrányt. A záró játék részben aztán ismét kezdett ötlettelenné válni a somogyi alakulat támadásban. A hazai akciók rendre kihagyott dobásokkal vagy eladott labdákkal zárultak, ezekből megindulva egymás után szerezték a könnyű kosarakat a soproniak, akik a végén már szinte gálázva játszottak. Az egyre frusztráltabbá váló játékosok ráadásul egymás után kapták a technikaikat is. A vendégek végül 96-79-re nyertek, a KKK pedig kénytelen volt elkönyvelni sorozatban az 5. vereségét. Az első negyedben nagyszerűen játszottunk. Nem volt egy eladott labdánk sem. A másodikban azonban esélyt adtunk a Kaposvárnak, hogy visszakapaszkodjon. A félidőben rendeztük a sorainkat, és utána ismét kevés eladott labdánk volt, jól lepattanóztunk. Minden egyes játékoson nagyszerű teljesítményt nyújtott ma, ami meg is hozta a gyümölcsét. Az elején Joseph és Jones nagy bajba sodortak minket. Egymás után dobták be védőről a hármasokat, ami lökést adott a Sopronnak. Nagy küzdelem árán egyenlítettünk, de az eladott labdáink megint elvették a ritmusunkat, ők pedig könnyű kosarakat szereztek ezekből. Ezen javítanunk kell. Néhány játékos támadásban nem úgy koncentrált, ahogy kell. Tudjuk, hogy 4 légióssal nehéz úgy rotálni, mint máshol 5-tel, de akkor is össze kell kapnunk magunkat. Sokat mondó statisztikai adat, hogy a mérkőzés folyamán összesen 17 másodpercet vezetett a Kaposvár. A KKK jelenleg 3 győzelemmel és 8 vereséggel áll. A hazaiak legjobbja Gabrics volt, aki 23 ponttal zárt, míg a túloldalon Yasin Joseph nyújtott kiemelkedőt, aki 27 pontig jutott.
A Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia hosszú idő után ismét korosztályos válogatott játékost tudhat a soraiban. Heil Máté már az NB3-as csapatban is bemutatkozott, nemrég pedig hazánk U19-es válogatottjába kapott meghívót. Remek megoldásokat is láthatott a cukorgyári Gödör közönsége október végén a Budaörs ellen attól a Heil Mátétól, aki nemrég az U19-es válogatottban is lehetőséget kapott. Heil Máté, ugye ő Kaposvár nevelés, ez jó példa a többi fiatalabb akadémista a srácnak, hogy innen is el lehet kerülni a legfelsőbb szintre. Ugye most Olaszországban volt kint egy hétre, játszott olyan játékosok ellen, akik már a Széria A-ban is bemutatkoztak. Ugye Máté nyáron került fel a felnőtt csapatba, a termete miatt már egyből, és a profi edzés munkája révén egyből látszott, hogy nagy jövő előtt állhat, ha megfelelően dolgozik, kivárta a sorát, megkapta a lehetőséget, élt vele, akár egy NB1-es Zalaegerszeg ellen is, illetve a bajnokságba, úgyhogy jó úton jár. Az edzője kiemelte, Máté rendkívüli fizikai adottságait, az ebből fakadó jó feljátékát, megfelelő technikai képzettségét, ugyanakkor agresszivitásból többet vár még a védőtől. Az egyhetes olaszországi edzőtábor alatt két mérkőzést játszott a válogatott, amiből 30 perc jutott Heil Máténak, és úgy érzi, ez idő alatt jól ment neki a játék. Szerintem abszolút pozitív élmény volt. Teljesen más egy nemzetközi szinten játszani szerintem, mint akár itt a hazai bajnokságokban. Azért látszik, hogy ott kint is kőkemény munka folyik, és mindenképpen pozitívan éltem meg ilyen játékosok ellen, hogy játszottam. Az érettségi előtt álló játékos szeretne továbbra is a korosztályos válogatott tagja maradni, valamint az is célja, hogy a felnőtt NB3-as csapattal minél jobb helyen végezzen a bajnokságban. A napokban ismét megtelt sportolókkal a Csík Ferenc versenyuszoda. Ezúttal az első MCM Diamant Ador Jánessel rendezte meg 5 fordulós úszóversenyének utolsó felvonását, amelyen a házigazdákon kívül a régió egyesületei is szép számmal képviseltették magukat. Az esztendő vége felé sincs megállás a kaposvári versenyuszodában. Legutóbb az Ador Jánosok rendezték meg itt népszerű sorozatuk záró fordulóját. Idén ez az utolsó diamantúszó versenyünk, ahol ugye minden alkalommal a célunk az, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig lehetőséget adjunk a versenyzéshez. Ez alkalommal ugye nagyon közel van az úszók magyar bajnoksága, így azok, akik arra fókuszálnak, ők már annyira nem jöttek erre a versenyre, viszont azok a gyerekek, akik valamilyen oknál fogva nem jutottak ki a magyar bajnokságra és nem tudnak elindulni, ez továbbra is egy remek lehetőség számukra, hogy itt is dobogóra álljanak és elvezzék magát a versenyt és a versenyzést. A Kaposvári Egyesület szeme előtt már a 2023-as folytatás is ott lebeg. Mindenképpen tervezzük folytatni ezeket a sorozatokat. Idén már volt újítás, és ugye a legutóbb rövidpályán szerveztük meg a versenyt, ami a rövidpályás bajnokság előtt nagyon-nagyon jól sült el. Nagyon sokan szoktak minket látogatni, főleg a közelebbi klubok jönnek, szeretik magát az uszodát és a rendezési módszerünket is, úgyhogy mindenképpen számítunk rájuk a jövőben is. A mezőnyben az a lengyel Tóti Bence is ott volt, aki nem is olyan régen 2 bajnoki címmel térhetett haza az uszonyos és búvárúszó országos bajnokságról. Az országos bajnokságra sajnos egy betegség után mentem, homloküreggyulladásom volt, így 2 edzéssel vágtam neki a versenynek. Nem tűztem ki magamnak olyan nagyon nagy célokat, viszont szerintem a betegség ellenére nagyon jól sikerült a verseny. Tudtam egyéni csúcsokat úszni, 2 bajnoki címem lett 200 és 400 méteres gyorsúszásban, úgyhogy nagyon örültem az eredménynek. Az Ador Jánosok évzáró versenyén végül 15 egyesület csaknem 150 sportolója állt rajtkőre. 6 és 15 kilométeres távokon indulhattak azok a futók, akik részt vettek a télváró családi sportnapon. A Zselici Csillagparknál rendezett programra több mint 100-an érkeztek, hogy a téli természet csodáit is felfedezzék. Érkeznek a futók, a családok a sportnapra a Zselici Csillagparkba. A rövid adminisztráció után forró tea és több táv vár rájuk. Sokan azt mondják, a hideg időben is szeretnek a természetben lenni. Mi szeretünk kijárni az erdőbe télen is, tehát minket nem zavar a hideg, megfelelő öltözetben mindenféle sporttevékenységet, tehát sétálunk, kutyázunk. A szervezők azt tapasztalják,
egyre nagyobb az igény a természetben sportolásra. Egyetlen egy feltétel volt, hogy regisztrálni kellett erre a rendezvényre, és 98 fő, aki regisztrált, a hősök, a bátrak, mi csak úgy hívjuk őket, hiszen az előrejelzések alapján itt a mai napra esőt mondott az időjárás jelentés, de hát úgy tűnik, hogy szerencsénk van legalábbis eddig, úgyhogy 98 főt várunk itt a mai napra. Ők futni fognak 6 kilométeres távon, illetve 15 kilométeres távon, de a kísérőknek és később természetesen a futóknak egyéb programokkal is kedveskedtünk. Nem véletlenül vagyunk itt a Zselici csillagvizsgálónál, hiszen csillagászati programokat is szerveztünk a mai napra, illetve fogatozás. Lovaskocsizás lesz az erdőben. Az Erdészeti Egyesület másfél éve indította el ezt a programot, amelynek a célja az érzékenyítés, a természetben való mozgás megszerettetése. Egy külön programsorozatot építettünk, ez a Sportolj Tudatosan az Erdőben programsorozat, aminek különböző elemei vannak. Az egyik a Fedezd fel hazánk távoli erdőit, és ennek most ez az ötödik állomása, ami ide a Zselicbe érkezett. Korábban egyébként a Balaton környékén és Zalában is szerveztek már hasonló eseményeket. Kedves nézőink, Önök a Kaposport magazin december 12-i adását hallották. Friss sporthírekért és videókért kérem látogassák meg honlapunkat a www.kapos.hu-t. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!